Ma az ország egyik leggazdagabb embere, Gattyány György lesz a vendégem. Egyébként a legértékesebb magyar tulajdonú globális internetes vállalkozás alapítója és tulajdonosa. Miért nem tudtunk eddig róla semmit? Remélem, hogy közelebb kerülünk hozzá, rögtön kezdünk. Gattyány György. Az ország egyik legsikeresebb vállalkozója. Felmérések szerint az ország egyik leggazdagabb embere. Az elmúlt 10 év legtöbbet jótékonykodó magyar állampolgára, az egyetlen 100%-ban magyar kézben lévő globális internetes cég tulajdonosa. Gattyány György 2001-ben megalapította internetes vállalatát, a Docklert, és rekordidő alatt több 100 millió dolláros globális tényezővé fejlesztette. Naponta több mint 30 millió ügyfele emeli a világ 50 leglátogatottabb weboldala közé. A Dockler szinte a világ minden országában jelen van, és több mint 1 millió dollár bevételt generál naponta. Állandó irodája működik Luxemburgtól Párizsig, New Yorktól Los Angelesig, de a székhelye Budapesten van. Gattyány György számos hazai innováció elkötelezett támogatója. A világ legfrissebb magyar fejlesztési labdajátéka a Techball társalapítója, melyet az ő aktív részvétele tett világszerte ismert és sikeres sportággá. A Kodolányi Egyetem tulajdonosa, a Prima Primissima Alapítvány társalapítója és a mindenki által ismert magyar népmesék filmsorozat finanszírozója. A Gattyán Alapítvány a járványidőszakban 1000 számítógéppel és rendszeres ételkiszállítással támogatott több mint 100 gyermekotthont. Gattyán úr, ez egy rendhagyó beszélgetés, mert megmondom őszintén, Magyarországon vagyonos emberek, gazdag emberek egyáltalán nem szoktak nyilatkozni, csak hogyha a vagyonukról beszélnek, de a magánéletükről, egész pontosan az érzelmeikről és az útjukról, akárhol kerestem, senki sehol nem nyilatkozott. És körülbelül 8 évvel ezelőtt egy pici betekintést azért engedett az életébe, de az inkább a vagyonosodásáról szólt. Ezért én ma nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy mi ez az út, amit egyáltalán bejár, és ennek biztosan vannak buktatói, de ha ma egy közismerten gazdag ember bemutatkozik, és nem üzleti tárgyalásra megy, akkor mit mond, hogy mutatkozik be? Bármilyen fura, úgy fog bemutatkozni, hogy jó napot kívánok, Gattyán György vagyok. Talán a magam számára, én amikor reggel fölkelek és este lefekszem, én egy átlag ember vagyok, hiszen ugyanaz az a Gattyán György néz bele a tükörbe ebből a szempontból, mint aki belenézett esetleg 10-20-30 évvel ezelőtt. Természetesen az üzleti sikereink révén ugye megváltozott a körülmény, ebből a szempontból viszont egy teljesen másik Gattyán György vagyok. Állandóan úton van, tulajdonképpen ez egy életforma, és el is hangzott a bevezetőbe, ugye Párizs, Luxemburg, New York, Los Angeles, Budapest, hogyha egy hetét el kéne mondani, akkor hol ébred, hova megy, hogy szervezi össze az életét? Azért hál' Istennek ez nem olyan sűrű, hogy 3 naponta kell utazni, azért igyekszünk legalább 1-2-3 hetet egy helyen tölteni, és a család ehhez hozzászokott. A gyermekeink már tényleg nagyon kiskoruktól utaztak, ők is a több helyen jártak iskolába, különböző pontokon éltek. A szüleim is nagyon sokat utaztak, ugye annak a jó voltából, hogy anyagilag én tudtam őket segíteni. Ők már 2-szer körbejárták a világot. Sajnos édesapám egy pár hónappal ezelőtt elhunyt, de édesanyám a mai napig nagyon aktív és szereti az utazást, úgyhogy talán ez így a génekben van. Tudjuk azt, hogy jön a baba, ami egy komoly izgalom most ezekben a pillanatokban. Igen. Is. Van már 3 lánya. Most megérkezik egy kisgyerek, a kiságy az hol lesz? Talán ez a legegyszerűbb, hogy kiságyunk már mindenhol van, tehát hál' Istennek a velünk és a környezetünkben dolgozó munkatársak ebben segítettek, hogy legyen mindenhol kiságyunk. Ez is valahogy az élet részévé vált, nem aggódunk azon, hogy hol kelünk föl. A párom a szállodaiparban dolgozott, ő nagyon sokat utazott, nekünk ez már nem kihívás valóban. Az összeegyeztethető volt, és ez igaz az elmúlt 20 évre is, hogy családapa és üzletember? Tehát miközben mindenki azon balanszírozik, hogy tudja a munkáját összeegyeztetni, ön még ráadásul több 1000 kilométereket is repül. Mondhatnám azt, hogy nem viszem haza a munkámat, de mivel laptopon dolgozom, ezért inkább a családomat nem viszem be a munkahelyemre, talán az jobban működik. Így nőttek föl a gyerekek, a szüleimmel is az elmúlt, nem tudom, 10-20 évben így éltük le az életünket. Ez nem igazából
probléma már. Van egy szabály? Tehát ön például kimondja azt, hogy én most dolgozom, most én itthon vagyok, de csak látszólag? Szokták mondani, hogy amikor beszélnek hozzám, és így csinálok, akkor az azt jelenti, hogy most apa dolgozik. Vagy általában vagy a laptopon skype-olok valakivel, vagy rajtam van egy fejhallgató. Tehát van egy ilyen egyszerű jel, hogy most nem, mert szétesik a gondolat a fejemben, és akkor nem. Lehet így hatékonyan élni? Hát most szerénytelenség nélkül mondhatom, hogy azért az eddigi eredményeink azt mutatják, hogy hatékony, nem csak gazdaságilag. A gyermekeim is világot látottak, ők már felnőttek, tehát én azt gondolom, hogy megtaláltuk ennek az egyensúlyát. Nyilván a klasszikus ünnepek, születésnapokat és a karácsonyokat próbáljuk amennyire lehet összehozni, de mivel tényleg több ezer kilométerre élünk egymástól, és azon belül is mozgunk, ezért ez nehéz. Egyszer azt nyilatkozta, hogy bármikor is interjút ad, egyszer úgyis a szexhez jutunk. 20 év távlatából még kell magyarázkodnia? Ugye nagyon érdekes ez a dolog, amikor mi 20 évvel ezelőtt elkezdtük, mi olyan platformot hoztunk létre, ahol bárki bármilyen tudást, információt át tud adni, amiért lehet fizetni. Egész egyszerűen automatikusan ugye a fiú-lány kommunikáció felé terelődött. Nem mi döntöttük el ezt. Nem mi döntöttük el. Ma az internetben már nagyon sok egyéb más csatorna is megerősödött. Nem döntöttük, hogy mi ezt fogjuk csinálni, hanem csinálunk egy felületet, egy olyasmit képzeltünk el alapvetően, mint a Big Brother, aha, és online be van kamerázva, interneten közvetítünk. És ebből a bekamerázott online Big Brotherből lett az, ami lett igazodva a felhasználói elvárásokhoz. Van olyan speciális magyar elem a sikerében, amiről érdemes szót ejteni? Találékonyság, az szerintem az egyértelmű, túlélési képesség, az, hogy kapcsolatot tudunk létesíteni más népekkel nagyon könnyen, tehát a rengeteg, azért ez egy magyar dolog. Az érdekes, hogy az ember azt gondolná, hogy az internet az nem tartozik hozzá identitás kultúra. Tehát teljesen mindegy, hogy francia, indiai, és mégis valahogy ragaszkodik ahhoz, hogy igenis ez egy magyar siker, ez egy magyar vállalkozás, ez egy magyar ötlet. Hol van ebben az identitás? Megfogalmazhatnám úgy, hogy én először vagyok magyar, és utána üzletember, talán először vagyok édesapa, utána magyar és üzletember, de magyarul beszélek, magyarul gondolkodom, magyarul lett fölépítve ez az egész rendszer. Most pont abban van a kihívás, hogy a nemzetköziséget elértük, de hogyan legyünk ország specifikusak. Aha. Mert nagyon erősen magyarok vagyunk, még mindig. Számos egyéb magyar vonatkozású tevékenysége is van. Hát most azért még egyszer felsorolom, bár elhangzott a filmben. Ugye egyrészt egyetem, sport, áruház, ugye? Mindig az volt az érzésem, hogy valamilyen módon értéket teremt. Ebbe hol az üzlet megvenni a Kodolányi Egyetemet, ahova egyébként járt egyetemistaként, ami nekem különösen nagyon tetszik. Szóval hogy jöttek ezek az ötletek? Hogy dönti el, hogy mire költi a pénzét, ami visszaforgatódik Magyarországra? Mivel 50 éves elmúltam, ezért már nyilatkozhatom úgy, hogy nyilván az embernek életszakaszai vannak. Az első komolyabb életszakaszomban nyilván arra fókuszáltam, hogy a semmiből hogy tudok úgy létrehozni valamit, ami ad egy egzisztenciát. Én azt gondolom, hogy ezt a lépcsőt jól vettem. Mivel most már mondhatom azt, hogy az életem második életszakaszában vagyok, itt most már az a fontos, hogy ezt a felhalmozott vagyont hogyan tudom úgy használni, hogy értéket teremtek, nem csak a saját családom számára, hanem más családok számára, vagy a tágabb családom Magyarország számára, vagy hál' Istennek az általunk létrehozott sport által a világ számára. És ettől izgalmasabb kihívás igazából nincsen. Azért egy picit még ezt hadd firtassam, Prima Primissima alapítója, ugye? Ráadásul a techból, ami most talán a szíve csücske, ugye, igen, hogy olimpiai sportággá tegye, igen, mint magyar sportág. Tehát igen, ez egy izgalmas vállalkozás lesz. Erre mennyi az esély? Használjunk többes számot, mert ugye tegyük,
Én ennek csak egy alkotó eleme vagyok, társaimmal és több mint 200 fős munkatársunkkal, ez egy nagyon-nagyon-nagyon komoly munka, hiszen gondoljuk el, hogy több mint 200 országban, mind a 200 országban létre kell hozni irodát, szövetséget, partnerséget. Ez egy nagyon sziszifuszi munka, de ezúton is köszönöm és gratulálom a munkatársaimnak, mert nagyon jól haladunk. Az, hogy olimpiai sportág leszünk, ez nem kérdés. Ja, ez nem kérdés? Nem, ez nem kérdés, az a kérdés, hogy mikor. Ez egy foci alapú sport. Ott, ahol a nők és a férfiak tudnak együtt játszani. Tehát szerintem ettől brilliánsabb és szebb sztori nincsen ma, és erre ma mindenki nyitott, minden földrészen imádják. Nem azt számít, hogy most ezen mennyi pénzt keresünk, hanem a lehetőségeinket úgy használtuk ki, hogy adtunk. És szerintem ez a legfontosabb. Hogy dönti el, hogy mit támogat? Mennyi ebben az érzelem, mennyi ebben az üzlet, vagy és még mi van benne? Ez is változott. Tehát ma már kifejezetten üzleti alapú kihívást nem keresünk. Tehát megvan a saját bizniszmodellünk, és azt fejlesztve ebből mi meg tudunk jól élni, és tudunk pénzt keresni. Kifejezetten olyan dolgok érdekelnek, amivel egyszerűen ezt a fényezni lehet azt, amink van, és ilyen az egyetem is. Tehát én azt gondolom, hogy nyilvánvaló, hogyha valaki megteheti, hogy ahova járt, kapott tudást, lehetőséget, és ott valamiért szükség van az ő támogatására, segítségre, szerintem az kötelező kell, hogy legyen. Mivel én tényleg a semmiből építettem föl azt, ami van, nekem a szüleim ugye átlag munkások voltak, én egyszerűen nem tudom, ez valahogy így jön, hogy adni jó, szerintem az a legjobb. Magyar népmesék, az hogy jött? Olvastam valahol annak idején még, hogy nyilván forrás hiánnyal küzdik ugye a Kecskemét, film, rajzfilm stúdió, és hát be kéne fejezni a magyar népmeséket. És mondom, hát én ezen nőttem föl. Hát sőt, most mindjárt felnő a következő gyerek. És ezért egyből telefonáltunk, hogy mennyi az annyi, hogy tudunk segíteni, és azt gondolom, hogy amikor elmentünk meglátogatni a stúdiót, ahogy ott láttuk, ahogy készülnek ezek a rajzok, nem tudom, szerintem ez megint magától érthetődött. Ugye van egy jó mondás, ami arról szól, hogy ha felértél az ötödikre, ne felejtsd el visszaküldeni a liftet. Hát most küldi vissza folyamatosan a liftet. Ez megint talán a szüleim, a nagyszüleimtől jön ez, hogy nekem már gyermekkoromban kezembe adtak egy rozsdás kalapácsot, hogy egyenesítsd ki a szöget, hogy építsünk valamit. És én azt örömmel tettem. Több gyerek otthont is támogat. A választás az, hogy gyerekeket, állami gondozó gyerekeket, vagy gyerek otthonokat támogasson, az miért volt? Egy gyereknek, aki valamiért árva, vagy ha nem is árva, valamilyen állami gondozásba, felügyelet alá kerül, neki azért jóval limitáltabbak a lehetőségei, és én azt gondolom, hogy otthon a legnagyobb ártatlanság, és egyértelműen, hogyha nekik akár sportolásra, tanulásra, bármire tudunk extra lehetőséget adni, ez megint, mint nekünk Magyarországnak, hosszú távon szerintem ez egy nagyon fontos dolog. Aztán kevesen tudják, hogy itt a covidos időszak alatt rögtön küldött 1000 számítógépet, maszkokat, tehát hogy sok oldalon segített. Úgy érezte, hogy valamit hozzá kell tenni ehhez az időszakhoz? Attól függetlenül, hogy minden emberben szerintem van egy ilyen érzés, hogy hol tud segíteni, egész egyszerűen tanulja voltam egy telefonbeszélgetésnek, ahol a párom egy kórházi dolgozóval beszélgetett, és a háttérből beszóltak, hogy értjük mi, de konkrétum kell. És mondom, hogy konkrétan mi? És tehát, hogy konkrétan most éppen nápolyi, mert épp éhes valaki, vagy konkrétan ez, maszk. Ez az amaz. Igen. És konkrétan mondták, hogy ne küldjek semmit, pénzt küldjek, mert ők megveszik, ami kell. Uh-huh. És egyszerűen végighívogattuk azokat a nagyobb kórházakat, ahol ugye ez a Covid túlterhelés volt, és ahova lehetőségeink szerint tudtunk segíteni, ha kellett készpénzzel, szó szerint, mert megvették azt a gépet, amit meg kellett, vagy éppen az egyéb maszkokkal, étel lehetőségek. Lehet, hogy furcsa lesz, amit kérdezek, mert magának eszköz már a pénz. De mit jelent a pénz az életében? Most mit jelent? Hát ha már az eszközt, mint meghatározást jellemeztük, én azt gondolom, hogy talán össze lehet hasonlítani a pénzt egy folyóval. Ugye a pénz az akkor jó, hogyha áramlik. Hogyha valaki, már többször talán említettem, a párna alatt a bankszámlán tartja, én azt gondolom, hogy az nem jó senkinek. Az áramlás, hogyha a folyó áramlik, de valaki egy gátat szab neki, akkor persze ő a maga kis bizniszét a kis turbinákkal megcsinálhatja, de a gát mögött elapad minden, kiszárad. Tehát én az eszközt
ugyanúgy, ahogy régen is ezt nyilatkoztam, folyamatban tartom. Annyi változott, hogy most már nem üzleti szempontból, hanem az, hogy hogyan tudok hatással lenni egy kicsit a világra. Hogy egy picit már jobban felnőttem, és ilyenkor az ember már azt nézi, hogy hogyan tudja a világot mondjuk egy kicsit jobb állapotban hagyni, mint ahogy találta. Ez akkor is a fejében volt, amikor az első Skoda bizniszsel a 16. kerületből elindultak, és az abból beérkező pénzekből elkezdte gyűjteni a garázsba a számítógépeket és a számítógép alkatrészeket. Tehát az akkori Gattyán György mire vágyódott? Legegyszerűbb dolog is lehet, de tényleg most mi volt az első nagy cél, amit el akart érni? Én általánosságban sikerorientált vagyok, tehát mindig érdekelt az, hogyha van egy teóriám, van egy elképzelésem, akkor az működik-e. Ugye az volt az elképzelés, hogy a budapestiek nem fognak lemenni vidékre autót böngészni, mert az bonyolult. Mi van, ha mi fölhozzuk vidékről az autókat, lemossuk, és utána eladjuk, és megérte annak is, hogy nem kell, akinek nem kellett lemenni vidékre. Azért más volt a gondolkodásmód, az ott egy nagyon napi tevékenység volt. Tehát nem volt ott különösebb stratégia azon kívül, hogy valahonnan vásárolni kell, és el kell adni a fővárosban. Amikor elindult az üzlet, és már ment az üzlet, jött a következő ötlet, ebből a pénzből nem hajót vett, vagy csónakot vett, hanem elkezdte gyűjteni a számítógép alkatrészeket és számítógépeket a garázsba. Igaz? Ugye, Mi volt a vízió? A vízió ettől prózai. Jött valaki, hogy venne egy autót, de nincs pénze, de van egy számítógépe. Mondom, én értem, és akkor mi legyen? Mondta, ez a szamovár, az ötödik számítógépnél eszébe jutott, hogy ebből kéne valamit csinálni. Igen, és akkor mondta, hogy cseréljünk, és így lett számítógépünk szó szerint. És akkor elkezdtük nyomkodni a számítógépet, és akkor azt gondoltuk, hogy ebben van több is. Azért onnantól még jó pár év eltelt, hogy eljussunk az internet ötletéig, de igazából ez a nagyon egyszerű Skoda autókereskedés adott egy alapot arra, hogy ettől a világ nagyobb. És ugye az interneten keresztül kinyílt számunkra a világ. Mit szólt a papája, mit szólt a mamája, amikor jött a vízióival, amikor az ötödik számítógép landolt a garázsba? Az ötletek általában mindenki nyitott, nem? Az ötlet nagyon jó, működni fog. De amikor már pár éve valami még mindig nem hoz eredményt, hanem csak viszi a pénzt, akkor azért ott voltak parázsabb viták, hogy nem kéne arra fókuszálni, ami működik. Aha. Mondtam, én értem, de ez behatárolt. Tehát el lehet adni maximum ennyi, meg annyi autó, amit az interneten keresztül, a digitalizmuson keresztül el tudunk érni, a sokkal korszerűbb és gyorsabb, és ez volt 20 éve. Úgyhogy nyilván ebben voltak viták, de hát azért évek múltán ez beigazolódott, hogy ez mégis megérte ez a rizikó. De mindig ön döntött? A család azért alapvetően egy háttértámogatást adott, és utána egy idő után maga az üzleti döntéssorozat levált erről, hiszen ezek már bonyolultabb, összetettebb kérdések voltak, mint hogy nyissunk-e egy autós telepet. Tehát még az elején ezek meg voltak beszélve, akár az édesapámmal, vagy egy kicsit tágabb családdal, utána ez már teljesen szeparálódott. Tehát amikor már úgy volt, hogy weboldalt hozunk létre, akkor már ezeket a kérdéseket én döntöttem el. Hogy kell elképzelnem ezt a 16. kerületi családot? Honnan jön? Édesanyám Nógrád megye, Balassagyarmat, édesapám mezőkeresztes, amikor édesapám katona volt, találkoztak, tehát ez a klasszikus szerelem. Idilli sztori, édesanyám 16 éves volt, tehát ugye akkoriban az még ugyan kislány volt, de akkoriban már úgy volt, hogy eladó sorba került. Én nagyon fiatal, tehát hogy a szüleim nagyon fiatalok voltak, mikor én megszülettem. Egyszerű átlag munkás emberek voltak. Nálunk mindig az volt a tisztesség, hogyha valaki dolgozott és jól elvégezte a munkáját. Ez volt az érték. Mikor lett ebből a startup cégből vállalat? Tehát hol volt az az átbillenés, amikor megérezte, hogy ez túlnövi a garázs tuningot? Mert ott az léptékváltás volt, azt meg kellett érezni jókor, jó helyen. Igyekeztem többször visszalépni és bevonni vezetőtársaimat, munkatársaimat egy-egy fázisába a cégcsoportnak, és volt egy olyan időszak, amikor egyszerűen 12 vezetőbeosztásban lévő munkatársunkkal létrehoztunk egy boardot, és akkor az a board vitte tovább, mert egész egyszerűen én kifutottam abból a
abból a gondolatvilágból, amihez tovább inné. Majd utána az a 12 fő futott ki abból a gondolatvilágból. Utána megint én vettem vissza. És ez általában ez így váltakozik, hiszen a garázs cég és most hívhatjuk mondjuk egy multicég között, rengeteg fázis van még. Én nem gondolnám, hogy mi jelen pillanatban multinacionális cég vagyunk ebben a formában. Nagyra nőtt garázs cég, mi egy kicsit még mindig így fogalmazunk. Köszönöm szépen, azért lenne belőle még néhány, akkor azért jó válnánk. Igen, tehát nagyra nőtt garázs cég, mert ma már sokkal fontosabb a munkatársak számára is egy családiasabb légkör, és ahhoz kell a garázs cég hangulat. Ez nagyon fura, hogy mindig több eszámba beszél, nem fura, csak szokatlan nálunk. Tehát általában egy vezető, főleg ha sikeres, akkor szeret egyes szám első szemében beszélni. Ön rettenetesen tudatos vezető, és hát ez azért kiderül abból is, ahogy a csapatát összeválogatja. Ez miből fakad, hogy soha nem egyedül, hanem mindig tudja, valamitől tudja, hogy kit választ ki, de mitől tudja? Mik a kiválasztási elvek? A legelején ugye az ember azokra tud támaszkodni, akik a barátaik, rokonai, tehát ugye így kezdtük, és ugye ott volt egy nagyon közös lendület, egy nagyon közös akarás, hogy elérjünk egy célt. Utána pedig egész egyszerűen, ahogy nőttünk föl, megint csak nem én, hát szakemberek kellenek ehhez. Tehát utána létre kell hozni azt az osztályt, és itt vált a garázs cég azért a nagyobb cég felé, ahol azt mondjuk, hogy van egy HR osztály, aki segít a kiválasztásban, és én is rengeteget tanultam ebből, mikor jött egy HR vezető, és elmondta, hogy van négyfajta embertípus. Ő vezetőnek jobban megfelel, a másik pedig annak, aki nagyon jól végre tudja hajtani, amit valaki kitalált, de azért azt meg kéne oldani. Tehát megint csak oda jutok vissza, hogy azért ezt nem én egyedül döntöm el. De részt vesz a kiválasztásban? Ma már ez pozíciótól függ. Tehát lehet, hogy az egy átlagosabbnak tűnő pozíció, de mondjuk közel áll hozzám, vagy az, ahol az a pozíció létrejön, maga projekt áll közel hozzám, akkor igen. Vagy pedig nyilván, hogyha vezetőbeosztású munkatársakat keresünk. Mit néz meg egy ilyen kiválasztáskor emberként? A képességeit látja, a CV-je ott van, tudja, a portfólióját ismeri, és mégis valamitől rá akar nézni. Honnan tudja, hogy ez tud velem, vagy nem tud velem működni? Talán már nem is elsődleges kérdés, hogy velem tud-e működni, vagy nem, hanem az, hogy magába a rendszerbe hogy illeszkedik be valaki, és a vezetői képességek, a határozottság és az emberség közötti balansz hol van. Ugye, mert ha lehet, hogy valaki nagyon jó vezető, de egyszerűen kinyírja az embereket, ez nem jó. Valaki nagyon emberséges, akkor meg nyilván szétmálik a rendszer alatta. Úgyhogy ezt a balanszt próbáljuk belőni, és az, hogy a rendszerben hol lesz az a hozzáadott értéke, mert minden embernek megvan a hozzáadott értéke, ez a kihívás, megtalálni, hogy a rendszerben az hol van. Tehát ön rendszerekben gondolkozik. Imádom a rendszereket. Látom, az az erőssége, a rendszereket, és igen, ahhoz választja az embereket. Igen. Én megfogalmaztam magamban, és 100%-ban tudom, hogy minden emberben ott az érték. És a vezető, vagy a rendszert tervező, szervező ember felelőssége, hogy azt az értéket felfedezze, segítsen felfedezni esetleg az adott embernek és fejleszteni, és ez szerint kell megtalálni a rendszerben a helyét. Volt, hogy egyszer Las Vegasba elvitte a munkatársait, és a játék úgy szólt, hogy adott nekik egy bizonyos összeget, és amikor nyerésre álltak, akkor azt mondta, hogy tegyék fel, és el kell tudni veszíteni. Majd amikor elveszítették, ugye, akkor még közösen egyszer föltettek egy ruletre. Miért kell megtanulni veszíteni? A magyar kultúrában nem nagyon van benne annak a felvállalása, hogy mi veszíteni tudjunk, pedig szerintem a világ mostanság erről is szólni fog. Talán Nelson Mandela mondta, hogy ő sohasem veszít, ő vagy nyer, vagy tanul. És talán ez a legfontosabb, amire ez a Las Vegas-i példa volt, hogy vagy nyerünk, vagy tanulunk. Ha nem rizikóztatsz, nincs fejlődés, nincs tanulási szakasz. Tehát ezt a tanulási szakaszt szerettem volna, hogy megtapasztaljuk. Nyilván ebben nekem is volt rizikóm, hiszen úristen, mi van, hogyha mindenki negatív hangulattal megy haza, és ezért kellett az, amit én tanultam meg akkor, hogy együtt összefogva, ugye összedobtuk a kis maradt pénzünket, fölraktunk ugye a pirosra, pont akkor, a pirosra, és nyertünk. És az, ami állapotváltozáson végigmentek a munkatársak,
az örökre megmarad mindenkinél, és tudják azt, akik ott jelen voltak, hogy mindegy, mi történik velük az életben, az nem vesztés, az egy folyamat része, ahol tanulnak, és utána jön majd egy jobb rész. Azt nyilatkozta, hogy önmagában a pénzért nem csinál semmit. Ez mindig így volt, vagy volt egy fordulópont? Nem, hát amikor az embernek nincs pénze, akkor üvegeket visz vissza a pénzért. Tehát én ezt egy baromi jó hobbinak találtam, hogy... Szóval ne legyünk álságosak, mert hiába mondják azt, hogy amikor mi arról beszélgetünk, hogy önmagáért pénzért nem csinál valaki valamit. Most. Mondhatják, persze, mert ő a leggazdagabb, de ettől még ezt használhatná másra is ezt a pénzt. Nem, tehát mondom, tehát én nem, talán a hobbi szó rossz, de kifejezetten mentem rokonokhoz ide-oda, hogy oké, mit lehet csinálni? Lehet krumplit szedni. Tök jó, szedtem krumplit, 20 forint. Visszavittem üveget, ha az kellett, ezt a téglát el kéne pakolni innen, 50 forint. Tök jó, pakoljuk el a téglát. Ugye azt azért tegyük erre, hogy önmagától lett gazdag, tehát nem örökölte, nem nyerte, nem a rendszerváltás körül volt jó helyen, nem közbeszerzésben szerezte, tehát önerejéből üveg, számítógép, Skoda, és még sorolhatnám, így rakta egymásra a téglákat. Ez mennyiben erősíti, vagy választja le önt más vagyonos emberekről a tartásában ön szerint? Én nem azért nem indultam el állami pályázaton, mert nem akartam, hanem mert én nem vagyok rokona senkinek, vagy nem hoztunk létre olyan terméket, ami valamiért a magyar állam részére érdekes lenne. De én nem gondolom azt, hogy minden pályázat, meg minden cég, aki részesül ilyenekben, az valakinek a rokona. Tehát ezért nehéz erre válaszolni, hogy egyértelműen tudjuk, hogy vannak, akik kihasználják ezeket a dolgokat. Lelkük rajta. Vannak, akiknek ez segítség, és a magyar állam vagy az Európai Uniónak kötelező segítenie azokat, akik hozzáadott értéket termelnek. Én ezzel egyetértek. És vannak olyan vállalkozások, akik egész egyszerűen nem olyan körben mozognak, nem kapcsolati rendszerben, hanem mondjuk termékben, hogy egyáltalán részesei lehetnének. Én azt gondoltam erről az én szőke fejemmel, hogy ha az ember maga szerez meg valamit, akkor bátrabban rizikózik, vagy bátrabban dönt a cég ügyeiben, mint hogyha valakitől, bárkitől is függne ebben. Én valahogy így képzelem ezt el. Vagy pont ezért nehezebb, mert a saját... Maga a kérdés mögötti gondolat szerintem, ami nagyon fontos, hogy az, aki saját maga megteremtett valamit, és rizikóztat, az a lényeg, hogy ha valamiért az el is veszti, ő tudja, hogy ismét meg tudja teremteni. Tehát így mondhatjuk, hogy bátrabban rizikóztat, de mivel saját maga teremtette meg, ezért jól megfontolja ezt a dolgot. De azon nem fog aggódni, hogy ha ez az egy van, és ha elvesztem, akkor nem kapok másik lehetőséget. Mikor mondja ki valamiről, hogy nem működik? Ha gazdasági szempontból nézzük, akkor azért annak kell egy projektterv, hogy ennyi időt és pénzt szánunk rá, és hogyha azon túlment, akkor ott meg kell tudni húzni a határt, hogy túlment, de még van benne valami. Ez vagyok én. Hogy túlment, de adjunk még esélyt. És ezért kellenek a szigorú szakemberek mellénk, hogy értjük, de ez mínusz ennyi. Aha, és akkor mérlegelni kell. És akkor mondom, hogy oké, ha mínusz annyi, akkor oké, nektek van. Tehát itt kellenek az, hogy a szakvezetők tényleg ott legyenek, és igenis azt mondják, hogy itt és nem tovább. Az új vállalkozásaiban, az új terveiben mennyire fejeződik ki az, ahogy most látja a világot? Tehát lehet ezekről beszélni, hogy nagyjából mi az irány? Igen. Mint említettem, ugye már kifejezetten gazdasági célra semmi újat nem keresünk, hiszen ami megvan, annak az önmagában a fejlesztése, ez bőven sok. Az új irány elkezdődött egy kicsit az alapítványainkkal, hogyha nem gazdasági alapon mérünk sikert vagy hatékonyságot, akkor milyen lehetőségeink vannak. Úgyhogy most ilyen lehetőségeket keresek, hogy kikkel lehet együtt működni, és ez nagyon szépen fog hangzani, hogy jobbá tegyük a világot, de ha nem is a világot, ha csak mondjuk Magyarországot, vagy a közvetlen környezet, egyszerűen sokszor azon gondolkodom, ugye régen volt ilyen tiszta udvar, rendes ház. Igen, tényleg. Mondom, mi lenne, hogyha egyszerűen az utcán összeszednénk a szemetet? Az olyan jó lenne, hogy például ezt hogy lehet megszerezni? Jó, ezt el tudom képzelni előről, mert legendásan precíz. Igen, egy májusi szombat délelőtt fölkeljünk, és az a program, hogy Magyarország semmi 50 méter jobbra-balra összeszedi a szemetet.
Az alatt a 10 perc alatt, gondoljunk bele, mondjuk 500 000 ember kapna rá. Jó, 50 métert elmegy jobbra-balra, és csak így manuálisan összeszedi kézzel, fölkapos a szemetet, tiszta lenne az ország fele. Tehát ilyenekben gondolkodom, hogy milyen társadalmi dolgokat lehet létrehozni. Úgy hallom, hogy tulajdonképpen az Ilbárdzsa, amit bezártak, azóta olyan állapotban van, hogy nyugodtan oda lehetne menni holnaptól, és ki lehetne nyitni, mert olyan tisztaság és rend van, ami azért nagyon sok mindent elárul önről, de hát hogyha az ember megnézi a vállalati környezetet, akkor is ez így van. Tehát ez a precízség, ez mit ad hozzá az ön működéséhez? Ugye, amikor az ember szembesül egy saját tulajdonságával, és nem biztos, hogy meg tud küzdeni ezzel a tulajdonságával, akkor próbálja a környezetét úgy alakítani, hogy az hasson arra, hogy azt a tulajdonságot legyőzze. Bármilyen fura, én egy picit rendetlen vagyok. Azt kell, hogy mondjam. Ezt még magáról senki nem mondta eddig. De. Mondjon egyet. Az asztalom káoszos. Az íróasztalom. Viszont ugye annyira erősen dolgozom az, hogy a környezetemben meghatározom, hogy rend legyen, hogy az rám is hat. Tehát amikor szólok, hogy szedjük össze a szemetet, vagy bármit csinálok a cégben, hogy az most miért rozsdásott, akkor leülök az íróasztalomra, és na jó, oké. És akkor elkezdek pakolászni, mert hát az bután néz ki, hogy az íróasztal meg káoszos. Nagyon erős vezetőjén képe van, az nagyjából kiderül, hogy ezt elismerje másoktól is. Ön szerint a hétköznapi ember mit várhat el ma egy a módos gazdag embertől? Kötelező egy gazdag embernek visszaadni a társadalom számára? Igen, ezzel három szóval válaszolnék. Igen, igen és igen. Kötelező, nagy betűvel. Tehát én azt szoktam mondani a kollégáimnak, és erre van egy jó példám, hogy meg tegyük fel valaki magas. Ő mit tett azért, hogy magas, igaz? De azáltal, hogy ő magas, le tudja venni a cseresznyét. És akkor így csinál másiknak, hogy be, te nem éred el. Tehát azért, amit lehetőséget kaptunk az élettől, azért az a feladatunk, hogy azt hogy osztjuk meg másokkal. És a pénz és a vagyon is, nyilván mindenki keményen megdolgozott érte. Én ezt értem, de más is keményen megdolgozik. Tehát azért valahogy mégiscsak valakinél mondjuk több pénz jelent meg. Akkor ő azt mondja a másiknak, hogy be, neked nincs. Nem. Kutya kötelessége, hogy abból valamilyen úton, módon, mindenki a saját lehetősége szerint segítsen mások. És azért mondom a saját lehetőségét, mert lehet, hogy ma valakinek van, nem tudom, 3-400 000 forintja, ami nem sok pénz van Magyarországon. De abból is, ha csak 20 forinttal, vagy 50 forinttal, havonta, vagy 100-zal, akkor már ő tett valamit érte. Ön hogy képzeli el, milyen ma egy jó milliárdos? Mit tesz a világért? Mit kell tennie a világért? És kell-e tennie? Törődik a lehető legtágabb környezetével, amit ő elér. Mert nyilván a saját családjával, a közvetlen környezetével biztos fog törődni az, aki milliárdos vagy megteheti. De a legnagyobb távolságban, amiben ő neki elérnek a lehetőségei, törődjön vele. Mert a pénz egy dolog, de nagyon sokszor nem pénz kell, hanem az, hogy oda kell menni, és beszélgetni kell, és előre kell mozdítani a dolgokat. És ez is egy milliárdosnak a felelőssége. Talán ez egy probléma, ami a attitűdünkbe, hogy nagyon elkeseredünk, hogy úgy gondoljuk, hogy mindig másnak könnyebb, hogy persze ő gazdag, ő megteheti, és közben az ön életében is vannak veszteségek, különben ezzel nem filozófálna ennyit. Nyilván a magyarságnak is voltak nagyon erős pozitív korszakai, voltak nehezebb korszakai, de én csak azt mondom, hogy a magyarság, ha csak azt nézzük, hogy túlélt, a magyar nyelv túlélt ebben a káoszban. És persze lehet mondani azt, hogy Magyarország nem nagy négyzetkilométerre, de azért van 10 millió ember, aki ha akar, akkor nagyon is össze tud fogni, és oda tudja tenni magát. Nyilván ez megint a körülményektől függ, hogyha jobbra-balra cibálják a magyarságot, akkor ez nehéz. Maradt a vállalat ugye Magyarországon igen. Adózik ez a magyar vállalat, de ez nyilvánvalóan egy segítség volt arra, hogy a nemzetközi piacra is elinduljon. Igen. Ami amúgy is terve volt véve. Talán úgy fogalmaznék, hogy van magyarországi cégközpontunk, de ezáltal ugye van nemzetközi cégközpontunk, és ez Luxemburgban van. Igyekezünk mindig a lehető legjobb tevékenységet megtalálni, kihozni azokat a projekteket, amik segítik azt, hogy ezt a nemzetközi terjeszkedést létrehozzuk. De akármi is történik, én magyar vagyok,
a legjobban magyarul beszélek, magyarul gondolkodom. Én nagyon szeretek magyar lenni, tehát ezért küzdök azért, mert valóban elköltözhetünk volna, emeltük volna a fenébe. De nem, hát 10 millió ember nem hagyhatja el az országot csak azért, mert valaki valamiért picit túlhúzza a húrt. Igen, és ki kell állni, hogy ezzel is példát mutassak arra, hogy megértem azokat, akik bárhonnan elmennek, mert nehéz, de mindenki nem mehet el. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon szívesen. Minden jót kívánok a gyerekhez. Köszönjük szépen.